Nekünk a Balaton leginkább nyári élmények otthona. A Taste Balaton Fesztivál arra próbálja sarkalni a kimozdulókat, hogy nézzék meg a tó tavaszi, illatos és friss arcát is úgy, hogy közben nagyszerű gasztronómiai és kulturális élményekkel is gazdagodhatnak. Egy új gasztronómiai és kulturális fesztivál ütötte fel a fejét a Balatonon. A Taste Balaton március 10 napján, 8-a és 17-e között lepi meg azokat, akik meglátogatják az öreg tavat ebben az időszakban. Kalas Györgyi neve talán már sokaknak ismerősen hangzik. Több gasztronómiai gyermekkönyv írója, és ő a szervezője ennek a fesztiválnak is. Az volt a célunk, hogy mi, akik nagyon szeretjük a Balatont, megmutassuk a Balatonnak egy olyan arcát is, amit talán kevesebben ismernek, és hát úgymond szezonon kívül is több vendéget, érdeklődőt, kirándulót csábítsunk a Balaton környékére. A Balaton mindkét partjáról 26 vendéglátóhely csatlakozott az eseményhez. Nem csak gasztronómiai, hanem kulturális élményeket is kínálunk ebben a 10 napban. Tehát összeültünk az éttermekkel, és tulajdonképpen mi rájuk bíztuk, hogy milyen kulturális eseménnyel tudnak csatlakozni ehhez a fesztiválhoz. Számos program közül választhatnak azok, akiket érdekel a Balaton tavaszi arca. Lesz irodalmi felolvasóest, könyvbemutató, divatbemutató, gasztronómiai séták, tudományos előadás, rengeteg olyan workshop, amiben tulajdonképpen magukat, a résztvevőket is be tudjuk vonni, ezáltal egy sokkal erőteljesebb élményt tudunk nekik adni a Balaton körül, mint mondjuk nyáron, amikor csak szemlélői egy-egy eseménynek. A fesztivál másik kedves sajátossága, hogy kiegészítő programként kisebb helyi kezdeményezések is teret kapnak. A 26 étterem mellett egyéb kiegészítő helyszíneink is vannak, szerte a Balaton körül, és nagyon-nagyon örülünk, hogy nagyon sok helyi közösséget sikerült megmozdítani, tehát amellett, hogy több kirándulót, több vendéget is vonzunk a Balatonhoz, a helyi közösségeket is megmozgatja ez a rendezvény. Megmozdítja a füleieket is. Múlt szombaton az asszonyok különleges szendvicseket készítettek a helyi gasztroházi asszony Réka irányításával. Mindenféle programokat próbálunk kitalálni, amelyek igazából építő jellegűek, és kulturálisan is mondhatnánk, hogy megállják a helyüket, de az én, mondjam úgy, hogy fő csapásvonalam a gasztronómia. Nagyon szeretek az ételekkel kísérletezni, gondolkodni rajtuk, új dolgokat kipróbálni. Az ízek szerelmeseinek különleges indiai ihletésű harapnivalókat készített a Kishölgy koszorú az esti programra. Incsiklandó kézműves sajtok is szerepeltek a gasztronómiai fesztivál kínálatában, amit egy helyi család állít elő. A közösség összefogott, hogy minél többet meg tudjanak mutatni a kis falu lelkes lakói. A helyi közösség hívott, hogy mindenképpen jöjjek el. A szemet gyönyörködtető sajtok készítője Herceg Csilla. A bolti élelmiszerek minősége a kutatások alapján romlik, és a családot szerettem volna ellátni. Akkor még nem gondolta, hogy nagy lesz a helyiek érdeklődése míves sajtjaira. A programhoz kapcsolt kiállítás emléket állít Ádám Zoltán festőművésznek, aki 12 éven át volt a Fülei Művésztelep vezetője, egészen 2022-ben bekövetkezett haláláig. A fülei közösség szeretettel emlékszik a mesterre. Ez a kiállítás, ez a fülei közösség létrehozott, közösen megalkotott művésztelep, ennek a folyamánya, ez a kiállítás mindaz bizonyítja, és önök, ez a érdeklődő közeg, hogy Zoli nem ment el, Zoli itt van. Közel 100 különleges program közül még számos esemény elérhető március 17-éig a Balaton körül a gasztronómia és a kultúra jegyében.